Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tehát a mai napon az Alkotmánybíróság döntött, és ahogyan azt sok alkotmányjogász már korábban megjósolta, ekképpen, hogy nem is dönthet majd másként az Alkotmánybíróság, nos, így is lett. Alkotmányellenesnek minősítette a választási eljárásról szóló törvény több passzusát, egész pontosan ezt a sokat vitatott előzetes regisztrációt, meg még a kampány időszakára vonatkozó több passzust is. Ezzel kapcsolatban, hogy azt már idéztük, a szocialisták azt mondták, hogy a Fidesz ebben az ügyben súlyos vereséget szenvedett. Molnár Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és boldog új évet kívánok a kedves nézőknek, és Isten éltesse a Leónákat, hiszen Leónon van. Azért vagyok ilyen mosolygos, bevallom, hiszen valóban egy... Meg Titus is van, meg Angéla. A Tituszokat és az Angélákat is. Ezt most komolyan, tehát ezen túl a meghívjuk mindig valakit megköszönt. Nincs akadálya, ne gondolom, apró figyelmes. De lesz, nem hívjuk. Jaj, hát akkor nem jövök. Na, jó. Na, akkor, tehát akkor visszapörgetném itt a élőadást. Nem akartam szerkesztőszön kizökkenteni. Nem tud kizökkenteni, csak így megdöbbentett, és az más, mint a kizökkentés. Na, szóval a Leonákat Isten értesse, meg a Tituszokat, és a, kit mondtam, Angélákat is, meg a születésnaposokat is, meg az Alkotmánybíróságot, és boldog új évet, remélem jól teltek a karácsonyi ünnepek, gyerek. Szóval az Alkotmánybíróságot is Isten értesse, mai döntését nagyon sokan előre, ahogy már mondtam, gyakorlatilag megjósolták, bár ettől függetlenül nyilván voltak külön vélemények, majd erről is fogunk beszélni. Önök pedig azt mondták, hogy vereséget szenvedett a Fidesz. Ez miért vereség? Miért nem mondják azt, hogy józan belátás? A demokratikus ellenzéknek a egyik legnagyobb győzelme, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy a Fidesz Stalingrádja ez a mai nap, hiszen ez az első olyan nagyon fontos törvény, amelyben nyilvánvalóan meg kell hátrálnia a Fidesz-KDNP kétharmados többségének. Meg kell hátrálnia a társadalmi értelemben is, hiszen elfogyott a levegő körülöttük. És meg kell hátrálni jogi értelemben is, hiszen az Alkotmánybíróságnak az alaptörvény ellenességét megállapító határozata érdemi mozgásteret nem hagyott. És nagyon fontos itt észrevenni azt, hogy nem kegyet gyakorolnak. Tehát nem arról szól, hogy ők most rádöbbentek, hogy a józan ész és a demokrácia féltés miatt elállnak a további erőszaktól, hanem arról szól, hogy úgymond betelt a pohár, bezárult az ostromgyűrű, hiszen a társadalom 80%-a ellenezte a regisztrációt. De most nem a társadalom mondott ítéletet, az Alkotmánybíróság. Hát ez így együtt, hiszen az a döntés, hogy a Fidesz-KDNP nem akarja a kétharmaddal visszaélve beemelni az alaptörvénybe az előzetes regisztrációt. Nyilván ennek az Alkotmánybíróságnak a mai döntése az volt az utolsó csepp a pohárba. De azok a társadalmi tiltakozások, a demokratikus ellenzéknek az a kampány, amit az elmúlt évben folytattunk, a civil szervezetek, volt alkotmánybírók, ahogy helyesen tetszett mondani, a volt köztársasági elnök, a nemzetközi fórumok, így együtt zárták be ezt az ostromgyűrűt, és az Alkotmánybíróság, hát hogyha csúnyán fogalmaznék, megadtak egy elmöfést. Tehát ez az ostromgyűrű, ez a sok-sok tiltakozás, amit most felsorolt, ez ugye nem mondjuk a mai délelőttön történt. Egy héttel ezelőtt még határozott álláspontja volt a Fidesznek, és nevezetesen Rogán Antalnak is, aki rövidesen vendégem lesz, akkor, amikor az Alkotmánybíróság a átmeneti rendelkezésekből emelte ki, és mondta, hogy ezek nem is átmeneti rendelkezések, tehát gyakorlatilag saját magának nyitott utat a mai döntéséhez, akkor a Fidesz és Rogán Antal is azt nyilatkozta, hogy hát akkor majd rögzítik az alkotmányban. Hát, hogy itt nem tudom, hogy mi történt, és ezt nem is öntől fogom megkérdezni, mert nem hiszem, hogy tudja ez alatt az egy hét alatt, de hogy igazából a kör az mitől ma zárult be? Hát pontosan azért fogalmaztam úgy, hogy nem kizárólag az alkotmánybírósági döntés az, aminek a következménye az, hogy feladták az egész előzetes regisztrációt, hiszen azt pontosan tudhatták, hogy ha az alaptörvény ellenességet megállapítja az Alkotmánybíróság most, akkor ha újra kezdik az alaptörvénybe, és nem az átmeneti rendelkezésekbe emelik be, hanem magában az alaptörvény rendes paragrafusai közé, akkor elméletileg jogi értelemben meg lehetett volna oldani a Fidesz-KDNP-nek azt, hogy mégiscsak legyen előzetes regisztráció. Ezért mondom azt, hogy társadalompolitikai és jogi értelemben is megbukott az előzetes regisztráció, és nyilván a kettőnek az összhatása oda vezetett, hogy a Fidesz-KDNP letette a fegyvert ebben az ügyben. Ha csak nem téveszt meg minket, azért a gyanúval élünk, de azt gondolom, hogy frakcióvezetőnek azért ez a határozott álláspontja, hogy 2014-ben nem lesz regisztráció, ezt komolyan kell venni. Na de azt is mondtam a Rogán Antal, hogy megvan a kétharmados választói felhatalmazás, ehhez a politikai erő is megvan, és akár bele is írhatnánk az alkotmányba. Tehát, erre hogy... mondtam, hogy jogi, pont erről beszéltem az előbb, hogy jogi értelemben akár megnyomogathatnánk a gombot, de ez a saját halálos ítéletük lenne politikai értelemben.
A mai döntés kapcsán az is felmerült bennem, meg hát nyilván még sokakban, hogy így az ellenzéki erőknek az összefogása, az egyeztetése, az okafogyottá nem vált, hiszen nem az egész választási eljárásról szóló törvényt semmisítette meg az Alkotmánybíróság, tehát egyfordulós lesz a választás, ezt senki nem semmisítette meg, változik számtalan szabály, jelöltállítás. Lehet nyerni az egyéni választókörteket, tehát szükség van együttműködésre. De nem kell 2013. szeptemberében elkezdeniük kampányolni, tehát gyakorlatilag önök időt nyertek, nem? Nem így fogalmaznék, hiszen azok a feladatok, hogy a Magyar Szocialista Párt és minden demokratikus ellenzéki erőnek egyrészt együtt kell működniük, hiszen a helyesen tetszett mondani, a választási rendszerből ez következik. Más szempontból a programjainkat egyeztetni kell, bemutatni a Szocialista Pártnak az egész országba a választási felkészülés kapcsán a programját. Ezek mind olyan feladatok, országjárásra indulni, amelyek folyamatosan elvégzendőek, tehát az, hogy nem lesz regisztrációs kampány, ez csak az egyik eleme volt a választási felkészülésnek. Természetesen olyan értelemben könnyebb, hogy nem kell a magyar társadalmat egy olyan jogintézményre rászoktatni, amelyet a 80%-a ellenzett. Tehát ezért mondtuk azt, hogy bár nem szeretnénk a regisztrációt, hiszen nem illik egy demokráciába, de mégis a magyar társadalommal el kell magyarázni, meg kell értetni, hogy szükséges elmenni regisztrálni. Most ezt megúszza a demokratikus ellenzék, de nagyon sok más feladata van, a választókkal való közvetlen kapcsolattartás alól nem mentesít ez a döntés, ez az alkotmánybírósági döntés. Mert mi az, hogy választók, ez mit jelent, amit most hát az, hogy a kormányváltásnak nem az alapfeltétele a regisztráció eltörlése volt. Hát attól nem tudjuk visszaállítani a jogállamot, és nem tudjuk legyőzni a Fidesz-KDNP-t, hogy nincs regisztráció önmagában. Hát önmagában a szavazók, azok nem a regisztráció mellett, hogy ellen szavaznak, hanem egészen pontosan a valamelyik párt programját, értékválasztását részesítik előnyben. Az most könnyíti a helyzetét az ellenzéknek, hogy nem kell egy regisztrációval viaskodni, de rengeteg feladat van, köztük a programunk ismertetése. És ezt nem lehet arra hivatkozva feladni, hogy nem lesz regisztráció, dőljünk hátra, a munkának zajlania kell, a Szocialista Párt el is kezdte ezt. De olyan szempontból, tehát nyilván időt nyertek, hogy szeptemberben, tehát amiről már többször kérdeztem önöket, hogy szeptemberben akár az Együtt 2014 választói mozgalom, akár a szocialisták által most elindult egyeztetésből bármi, ami kinő összefogás szintjén, tehát hogy a kampány, a választási regisztrációról szóló kampány idején valamit kell mondani a választóknak, hogy menjetek el regisztrálni, mert mi vagyunk a kik vagyunk. Tehát ilyen szempontból ez a döntés önöknek abszolút pozitív. Természetesen, hát pozitív abban a szempontból, hogy nem kell egy idegen jogintézményt a társadalommal megértetni, és időt is nyert természetesen a demokratikus ellenzéknek, több ideje van arra, hogy tartalmi egyeztetéseket, programegyeztetéseket tartson, és nem kell regisztrációs kampányra felkészülni ilyen szempontból, de a lényegen nem változtat. A magyar társadalom nem azért akarja leváltani a Fidesz-KDNP-t, mert ők regisztrációt akartak, hanem csőd az elmúlt két év. Az emberek rosszabbul élnek, mint 4, 8, 10, 12 vagy bármikor a 20. században szinte az elmúlt két év kormányzásának köszönhetően, és tönkre is tették a jogállamiságot. Tehát ezért a két dologért kell őket leváltani, és nem azért, mert regisztrációt akartak. Ez egy technikai kérdés volt, hála Istennek nem lesz belföldi regisztráció, ezen túl vagyunk, de rengeteg új kihívás van, és szeretném mondani, hogy ez a csata nem dőlt még el. Tehát szó sincs, hogy a Fidesz-KDNP belátta volna, hogy ők antidemokratikusan kormányoztak, és mától fogva készülnek az ellenzéki szerepre, hiszen frakcióvezető is azt mondta a Fidesz részéről, nekik nagyon fontos a demokrácia, és hogy megértették a józan idők szavát. Hát ez azt jelenti, hogy szeretnének a hatalomban maradni, még azt szeretnénk, hogy ez ne történjen meg. Ehhez összefogásra, türelemre és sok munkára van szükség. Hát tudom, hogy szeretnének, de lát esélyt arra, inkább így kérdezem, hogy most a módosításról, tehát az a mai döntés nyomán, ugye szerintem a módosítást kell majd végrehajtani, lesznek majd egyeztetések ellenzéki és kormánypártok között? Azt gondolom, hogy most fog kiderülni az, hogy a Fidesz-KDNP megértette bármit az idők szavából, vagy pedig olyan, mint a bourbonok, amit semmit sem felejtenek és semmit sem tanulnak. Ha ők érdemileg azt gondolják, hogy változtatni kell ezen a kormányzati stíluson, amit eddig gyakoroltak, akkor nem látszat egyeztetéseket fognak összehívni, ami azt jelenti, hogy a módosító beadás előtt, vagy a zárószavazás előtt egy órával valamilyen parlamenti folyosón 5 perces egyeztetések, hanem onnan kezdjük, hogy lehet társadalmi konszenzus teremteni egy ilyen fontos törvényben, mint a választási eljárási törvény. Erre időt hagynak, meghívják a parlamenten kívüli pártokat, meghívják a civil szakértőket, megnézzük azt, hogy Európában ez hogy zajlik, és nem egy, ahogy szokták, hanem baltával összetákolt javaslatot hoznak ide az utolsó pillanatban, el fog dőlni. Ha azt az utat választják, hogy ahogy korábban, akkor semmit sem tanultak. Ha adott esetben komolyan gondolják a társadalmi konszenzust, akkor lesznek érdemi egyeztetések. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy melyik utat választják. Majd megkérdezem Rogán Antaltól. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.